Orosz és kínai befektetők Magyarországon címmel rendeztek konferenciát március 9-én a Széchenyi István Egyetemen. Az országok képviselői a tudományos együttműködések fontosságáról, de természetesen a gazdasági törekvésekről is beszéltek. A konferencián kiderült, hogy 2011-ben Magyarország és Oroszország között több mint 12 milliárd dolláros kereskedelmi forgalom bonyolódott, ami megközelíti a válság előtti 2008-as 14 milliárd dolláros forgalmat. Ez pedig bizakodásra ad okot. De arról is szó esett a találkozón, hogy a legnagyobb keleti partnertől több mint 2000 kis és közepes vállalati befektető érkezett hazánkba, míg itthonról a MOL, a Richter, de az OTP is óriási összegeket, összesen 2 milliárd dollárt vitt Oroszországba. A gyümölcsöző kapcsolatot példázza az export-import vonalon történt növekedés is. Fejlődnek a tudományos kapcsolatok, többek között ez a konferencia is ezt igazolja. Mi mindenképpen azon leszünk, hogy elősegítsük, hogy az egyetemek és a társintézmények közötti kapcsolat még dinamikusabbá váljon, mondta Alekszej Kazacskov. Az orosz kapcsolatok mellett a kínai viszonyokról is szó esett. Az egésznapos szakértői prezentációkból kiderült, hogy érdemes nyitni kelet felé, hiszen az előrelépés nem csak a gazdaság, hanem a tudomány területén is felfele ívelő kapcsolatrendszert eredményezhet.